Sziasztok, Rikári féle kurtavloggal jelentkezem Sziget-Szent Miklósról. Kicsit rosszak a fények, lehet, hogy reggel kellett volna jönni. Hát, amit láthatjátok, egy ilyen piros busz van itt mögöttem. Meg is mutatom közelebbről, és úgy forgatom a kamerát, hogy a szélzaj az ne nagyon zavarjon be. Ugye, találtunk itt pár autóbuszt, méghozzá ilyen piros autóbuszokat, és ha jobban megnézzük, ezek bizony a bécsi közlekedésből származó autóbuszok. Hát ez, amit itt néztünk, ez eléggé szét van kapva. De itt, hát itt nagyon bokros a hely, úgyhogy itt nem tudom jól megmutatni. Itt van egy sárga kocsi is, igazából ebből nem sok látszik. Ez nem tudom, hogy milyen, meg nem tudom, hogy honnan van. Sajnos a telepre bemenni nem tudunk, be van zárva. Hétvége volt, nagyon zajos ez az út itt, és hát jövünk tovább. Jövünk tovább, és itt már többet láthatunk. Ugye? Ismét egy szóló kocsi, ez már itt ugye a harmadik. Hát ha közelebbről megnézzük, akkor azért látszik, hogy eléggé viseletes állapotban van. Nem tudjuk, hogy mi célból vannak ezek itt. Ugye ki vannak verve az ablakok, meg már így meg van bontva. Ugye? Most a feliratokat nézem, itt látszik egy Wiener Linien felirat, és ebből derül ki, hogy ezek bécsi kocsik voltak, Steyr típusú járművek. Itt is a Bécs környéki Osztrégió Közlekedési Szövetségnek a matricája. És itt egy kicsit be is tudunk nézni, nyitva van az első ajtó a vezetőállásba. Hát jó volna ezeket közelebbről is megnézni, de sajnos nem nagyon tudunk bejutni. Hát gondolom, hogy nem nagyon van itt senki. Vagy ha igen, akkor maximum csak a portás, akkor nem biztos, hogy beengedhet minket. De mi nem láttunk senkit. Ugye Steyr típusú kocsiról van szó. És megyünk tovább, és megmutatom a negyediket is, amiből ugye a négyből egyet nem láthattatok. Mi is csak alig-alig. Ugye ennek rajta is lesz az oldalán, én már itt felderítettem az előbb a terepet, hogy rajta is lesz az oldalán nagyobb betűkkel, hogy Wiener Linien. Ugye látszik a Steyr típus, és megmutatjuk közelebbről. Itt is belesünk kicsit a belsejébe, ez még egy egész, innen nézve egész tűrhető kocsinak tűnik. Maximum kicsit kopottas a festése. Hát lehet, hogy több kocsiból akarnak egyet-kettőt csinálni, nem tudom. Ha tudjátok, hogy mi célból vannak ezek itt, akkor légy, írjátok meg itt kommentbe. És hát gyakorlatilag többet én ezekről nem is tudok mondani, úgyhogy nem húzom az időt. Négy darab, hát legalábbis három az ilyen Steyr típus, hát a negyedik az nem tudjuk, hogy milyen. Három darab bécsi Steyr busz, és egy negyedik akármilyen található itt. Hát ennyi volt ez a kis kurtavlog, el is köszönöm. Sziasztok! Csüssz!